Ugye nem tartottam szükségesnek, hogy beleszóljak. Megadom a szót Karácsony Gergely képviselő úrnak. Nem értettem, bocsánat, mert nem a mikrofonban. Karácsony Gergely képviselő úr, a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt ház. Előadó művészeti törvény módosításáról beszélünk. Leginkább talán a színházakról, és ez különösen fontos, mert ha megnézzük a magyar polgárok kultúrafogyasztását, akkor talán a színház az egyetlen, amit ma még viszonylag nagy arányban, úgy mondjam, fogyasztanak a magyarok. Sajnos, hogyha mondjuk a könyvolvasást néznénk, vagy pedig a művészeti legértékes filmek fogyasztását, akkor sokkal rosszabb statisztikákkal kapnánk, de még mindig igaz az, hogy a magyar közönség európai összehasonlításban is viszonylag sokat jár színházba. Ez nyilván összefügg azzal is, hogy Magyarországon van egy eléggé jól kifejlett színházi hálózat, ami a reformkor, illetve az azt következő dualizmus idején alakult ki. Tehát tulajdonképpen a magyar nemzeti kultúra megmaradása szempontjából az egyik utolsó bástya a színház. És van egy másik ok is, ami miatt különösen fontos lehet ez nekünk, mert úgy tűnik, hogy a kulturális intézmények közül talán egyedül a színházak nincsenek komoly válságban. Ha végignézünk főleg a közgyűjtemények helyzetén, főleg a megyei fenntartású múzeumok helyzetén, akkor látjuk azt, hogy milyen nehéz helyzetben vannak. Folyamatosan minősítik vissza a múzeumok a kiállítóhelyé, folyamatosak az elbocsátások. Tulajdonképpen már a múzeumban őrzött tárgyak fizikai védelme is nehezen megoldható, és akkor még nem beszéltünk azokról a dolgokról, amik miatt érdemes lenne egyáltalán a múzeumokat fönntartani. Persze vannak sikeres múzeumok Budapesten, de a közgyűjteményi hálózat komoly válságban van. De azért fontos elmondani, mert mielőtt nagyon ócsárolnánk azt a törvényt, amit éppen módosítunk, azért ennek a törvénynek voltak komoly előnyei. Miközben persze hátrányai is. És ez fordítva is igaz, a módosításnak is vannak előnyei, bár én elsősorban a hátrányokat látom túlsúlyban. Még mielőtt azonban ezeket számba vennénk, arról is fontosnak érzem, hogy beszéljünk, hogy hogyan született megint meg egy komoly törvénymódosítási javaslat. Egy ilyen törvényt a kormánynak kéne benyújtania. A kultúrális kormányzat az elmúlt időszakban nem nagyon csipkedte magát, hogy a parlament előtt tulajdonképpen csak a világörökségről szóló törvény van, amit a kormány nyújtott be. Ráadásul ennek is voltak előzményei az előző ciklusban. Egyébként ez egy elég jó törvény, valószínűleg az LMP is meg fogja tudni szavazni. Az összes többi módosítás azonban önálló képviselőindítványként került a ház elé. Jelsimon László, bizottsági elnök úr majdnem mindegyikben részt vett. Az is elhangzott már, hogy a Németh Zoltán képviselőtársam valóban a bizottság ülésen elmondta, és itt is többen hangsúlyozták, hogy milyen széleskörű egyeztetés volt erről a törvényről. Ez igaz, és tulajdonképpen ezt szeretném megköszönni az előterjesztőknek, mert olyan időszakot élünk, hogy ez valóban hát példátlannak számít, hiszen más törvények esetében, ennél még fontosabb törvények esetében is semmilyen társadalmi egyeztetés nem volt. Ez még nem jelenti azt, hogy ez így normális. Ez azért is fontos, mert az a nagyon hosszú névsor, amit elnök úr a előterjesztői expozéjában felolvasott azt, hogy mely társadalmi szervezetek vettek részt ebben a folyamatban, ez van impozánsá és rendkívül nyitottá teszi a folyamatot látszólag, de azért ne gondoljuk azt, hogy ezzel a törvénnyel mindenki egyetért. Én azt gondolom, hogy ennek a törvénynek a legalapvetőbb sajátosságaival a szakmai szervezetek egy jelentős része nem ért egyet. Az, hogy ott voltak az asztalnál és bizonyos kisebb kérdésekben a véleményüket talán meg is tudták fogalmazni, vagy érvényesíteni tudták a szövegben, azért az nem jelenti azt, hogy ennek a törvénynek nagyon sokan, vagy mindenki örülni fog. Lesznek, akik örülnek, lesznek, akik tulajdonképpen úgy élik meg a helyzetet, hogy ők ennek a törvénynek a sugalmazói vagy a megrendelői, de vannak más szervezetek, amelyek egyáltalán nem így gondolkodnak. Hagy olvassak föl néhány mondatot a Magyar Színházi Társaságnak az egyik leveléből. A tervezet semmilyen garanciát nem ad például az egyéb kategória finanszírozásának, arra, hogy ez az egyéb kategória finanszírozásra biztosított lesz. A gyakorlat azt mutatja, hogy az egyéb működési sávokban maradék elv alapján történik a finanszírozás. Vagy egy másik mondat, ez erős centralizálás vetít elő, gyakorlatilag társadalmi és szakmai kontroll nélkül születhetnek az egész területet érintő legfontosabb döntések.
Ez azért tartom fontosnak elmondani, mert hogyha ezek a szakmai konzultációk zárt ajtók mögött zajlanak, hogyha a nyilvánosság ezekről semmit nem tud, akkor azok az érvek, amelyek a politikai logikát képesek megtörni, amelyek képesek a közvélemény nyomását a döntéshozókkal szembe helyezni, akkor ez a nyomás nem fog megszületni. Akkor arról lesz szó, hogy mindenki valamelyik lábjegyzetben még valami fajta apróságot még el tud érni a kegyes jogalkotótól. Ha nincsen társadalmi diskurzus, valódi, nyitott társadalmi vita, akkor körülbelül fele annyit ér a szakmai egyeztetés, mint hogyha valódi vita lenne. Elnök úrnak megjegyeztem a bizottság ülésén, hogy Jürgen Habermas valamelyik könyvét majd kölcsönadom neki, hogy olvasgassa, azt mondta, ez már régi iskola. Én azonban abban hiszek, hogy a demokrácia az egy deliberatív folyamat, ahol a nyilvánosságnak legalább olyan fontos szerepe van, mint önmagában annak a ténynek, hogy a különböző szereplők egymással beszélgetnek. És akkor nézzük azt, hogy mi az, ami jó ebben az előterjesztésben, mert vannak pozitív pontjai is. Egyrészt, és ezt nem az irónai kedvéért mondom, de az egyik legfontosabb dolog az, hogy a törvényi módosítási javaslat rendkívül bölcsen a finanszírozással kapcsolatos paragrafusoknak a hatályba lépését az Európai Bizottság döntéséhez köti, tehát 2012. december 31-ig nem lépnek érvénybe ezek a módosítások. Ez nagyon fontos, hiszen az egész színházi szakmát elég régóta rettegésben tartotta az esetleges veszély, hogy a törvény módosítása miatt megszűnik az a bizonyos adókedvezmény, amihez az Európai Bizottság hozzájárulása kell, és aminélkül a magyar színházi szféra gyakorlatilag összeomlana egyik percről a másikra. A másik, ami fontos összességében, mint elv, amivel azonosulni lehet, ez az, hogy valahogy a minőségi szempontokat a színház vagy az előadó művészeti finanszírozásában érvényesíti. Én azt gondolom, hogy ez egy helyes irány, és valóban joggal lehet felvetni a jelenleg hatályos törvénynek, hogy nem tud mit kezdeni ezekkel a minőségi szempontokkal, bár megjegyzem egyébként, hogy az egyéb pályázati források elvileg alkalmasak lehetnének arra, hogy ezeket a minőségi szempontokat érvényesítsék. Hogy az állami számvevőszéknek egy nagyon alapos a színházak finanszírozásával kapcsolatos tanulmánya is azért szóvá teszi, hogy a jelenleg hatályos törvény nem mindig tudott megfelelni ennek, illetve egy másik az állami számvevőszék által kritizált dolog, amit egyébként rendezésre kerül, bár a jelentősége sokkal kisebb lesz, hogy ez a fizető néző számmal kapcsolatos visszaéléseknek a kiküszöbölése. És egy negyedik dolog, tényleg, hogy méltányos tegyünk és szedjük össze a pozitívumokat is, ez a művészeti szabadság deklarálása, azt gondolom, hogy még akkor is, hogyha ez csak egy elv, mégis azt gondolom, hogy helyes, hogy ezt a törvény kimondja, és helyes, hogy kimondja, hogy a fenntartó nem szólhat bele a társulat szakmai művészeti döntéseibe. Azonban ennek az elvnek a megvalósulását igazából egy nagyon súlyos másik elv fogja megkérdőjelezni, ez pedig az a fajta politikai logika és az a fajta döntési centralizáció, amit ugye a Magyar Színházi Társaság is kritizált a törvényben, és amiről én is azt gondolom, itt az LMP álláspontját tolmácsolva azt kell mondjam, hogy nagyon erősen kifogásolható. A jelenlegi törvény az egy elsősorban normatív finanszírozást alakít ki. Amit Puskás Imre képviselőtársam mondott, ezzel kapcsolatosan az a kritika jogos, hogy tulajdonképpen egy olyan finanszírozási rendszerünk van, ahol a gazdag fenntartó több pénzt kap az államtól, mint a szegényebb önkormányzatok. De ennek is van egy pozitív vonása, az, hogy a színházak nincsenek a tönk szélén, úgy, mint más kutatási intézmények, az részben azért van, mert a fenntartókat ösztönözte arra, hogy ők is hozzájáruljanak minél nagyobb mértékben a saját színházaiknak a finanszírozásához. Ha ezt visszavették, ezt a támogatást, a következő évben kevesebb állami pénzt kaptak. Tehát volt egyfajta ösztönző jellege annak, hogy a fenntartók igenis komolyan vegyék a színházak finanszírozását. Illetve a finanszírozás csak a másik lába pedig arra ösztönözte a társulatokat, hogy a lehető legtöbb jegyet adják el. Erre is volt egy beépített ösztönzés. És ráadásul az rendszer ugye úgy működött, hogy voltak előre meghatározott kategóriák, és igazából nem volt politikai döntési mozgástér abban, hogy innentől kezdve milyen finanszírozás lesz az egyes intézményeknek. Ez egy valóban egy merebb logika, egy elsősorban inkább finanszírozási oldalú és kevésbé művészi szempontú logika, viszont van egy nagy előnye az, hogy politikailag nem lehet manipulálni ezt a rendszert. Ugye korábban működött az előadó művészeti tanács, ami az összes döntésnél, ahol valóban az automatizmusokon túl még döntéseket kellett meghozni,
ezeket a döntéseket meghozta, illetve döntés előkészítő lépett föl a miniszter számára. Most ez a rendszer megszűnik, ugye a létrejön egy nemzeti előművészeti érdekképviseleti tanács, amiben egyébként helyesen bekerülnek a szakmai szervezeteken túl a fenntartó képviselői is. Azonban azt mondjuk ki, hogy ennek az új intézménynek gyakorlatilag semmilyen érdemi szerepe nincs a döntéshozatalban. Annak, akinek igazából nagy szava lesz, és aki el fog dönteni mindent, az a bizonyos három szakmai bizottság lesz. És ezt a három szakmai bizottságot a miniszter fogja felkérni. De tulajdonképpen a miniszter úgy fog döntéseket hozni, hogy nem veszi a nyakába az összes nyűgét, baját a döntés előkészítésnek, fölkér embereket, ők tesznek neki egy javaslatot, amit ő egyébként akkor is akár el is utasíthat, ráadásul ezt nem is kell indokolnia, de valószínűleg nem fogja, mert olyan embereket fog felkérni, akik majd az ő politikai ízlését képviselhetik a döntéshozatali folyamatban. A törvény tesz arra utalás, hogy nem lehet akárkit felkérni, tehát neves szakmai múlttal rendelkező nagytekintő emberek lehetnek, de hát tudjuk, hogy ilyenből is elég sok van szerencsére ebben az országban. Ugye ez a bizottság fogja felállítani azt a kuratóriumot is, ami a nemzeti és a kiemelt kategóriában be nem sorolható társulatoknak a finanszírozását fogja jelenteni, és itt tulajdonképpen semmit nem tudunk, hogy itt milyen elvek alapján fognak a döntések megszületni, hiszen ezeket majd alacsonyabb szintű jogszabályok fogják tartalmazni. Tehát magyarán, és elnök úr a bizottság ülésén engem kijavított, hogy én nem olvastam a törvényt, mert azt mondtam, hogy mindenről a miniszter fog dönteni, de hát politikai értelemben mindenről a miniszter fog dönteni, hiszen azok a szakmai szervezetek, amelyeknek képviselői megtalálhatóak lesznek majd ebben az új érdekegyeztető tanácsban, az ő döntéseik tulajdonképpen csak néhány ponton jelent meg az ő szempontjuk. Alapvetően ennek a három bizottságnak lesz óriási szerepe majdnem minden döntésben. Ugye milyen döntésekről beszélünk? Egyrészt ők fognak dönteni arról, hogy ki lehet nemzeti intézmény, hogy ki lehet kiemelt, és ki kerül abba a kategóriába, amit tulajdonképpen leginkább a futottak még kategóriának lehetne nevezni. A törvény nem is talált ki más nevet, azt mondja, az egyéb kategória. Már említettem ugye a Magyar Színházi Társaságnak a véleményét, nagyon erős a félelme azzal kapcsolatosan, hogy azok a társulatok, amelyek nem tudnak bekerülni az első két kategóriába, azok tulajdonképpen egy ilyen maradék elven lesznek finanszírozva, ami pénz még marad, amit nem visznek el a kiemeltek és a nemzetiek, azt a pénzt valamilyen pályázati úton megkaphatják. Ráadásul még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy nem tudjuk, hogy milyen elvek alapján, hiszen ezeket ez a törvény nem tartalmazza. Én el tudok képzelni olyan hosszú évtizedeket Magyarország számára, amikor olyan kiváló ember lesz Magyarországon a kultúráért felelős miniszter, akik nagyon helyes és bölcs döntéseket fognak hozni. El tudom képzelni azt is, hogy Magyarország egy olyan szerencsés sorsú ország lesz, ahol a politika az nem fog a kulturális területben beavatkozni, és hogy a magyar politika egy olyan irányt vesz, ahol nem szimbolikus kérdésekről, nem a múlt vagy a jövő, vagy valamilyen a nemzeti tematikával kapcsolatos kérdésekről fogunk vitatkozni a parlamentben, és mondjuk a Jobbik felszólalásainak a fele nem a Nemzeti Színház igazgatójáról fog szólni, hanem mondjuk olyan kérdésekről, amelyek valóban a választók tömegeit érintik, és amelyek egy racionális diskurzusban eldönthetők. Azonban lássuk be, hogy a magyar társadalom, a magyar politikai kultúra az nem ilyen. A magyar politikai kultúra és a magyar politikai napirend folyamatosan beleütközik azokba a szimbolikus kérdésekbe, amelyeket kulturális kérdésként kéne megtartunk, és nem politikai vitát kéne róla folytatnunk. Sajnos nem itt tartunk, és a magyar politikai kultúrában igenis nem fér bele az, hogy alapvető szakmai, művészeti kérdéseket a miniszter vagy a miniszter által kinevezett emberek hozhassanak meg. Én attól félek, hogy ez a fajta szabályozási rendszer, ami most kialakulóban van, vagy ami felsejlik ebből a javaslatból, ez újra a kultúrkamp országává teheti Magyarországot. Lehet, hogy nem így lesz, de képzeljék el, hogy mondjuk a Fidesz katasztrofális kormányzása miatt a következő választásra Jobbik fogja megnyerni, és Novák előtt képviselőtársam lesz a kulturális miniszter, akkor gondoljanak bele abba, hogy ez a törvény hogyan fog működni. Ha ő fogja kinevezni az összes szakmai bizottságot, ha ő fogja besorolni az összes intézményt különböző kategóriába, és ő fogja elosztani a pénzt, mindenféle általa nagyon könnyen megváltozható miniszteri rendeletek alapján, akkor hogyan fogunk kinézni? Nyilván ebben Novák Edvés képviselőtársam is egyetért, hogy akkor radikális változások lesznek, ha ő lesz a kulturális miniszter. Hát én nem nagyon fogok járni színházba, azt hiszem, akkor, hogyha ez be fog következni. Egy másik szempont,
az az, hogy ez a módosítás gyakorlatilag teljes mértékben kiszámíthatatlaná teszi az előadó művészeti tevékenységek finanszírozását. És itt beszélnem kell arról is, lassan lejár az időm, akkor folytatom majd egy... Igen. Házszabály szóval szerint egy plusz percet adhatok ilyenkor, ha kéri. Egy harmadik szempontról majd szeretnék külön beszélni, ez pedig a kiszámíthatatlan finanszírozás egy újabb szókérés esetén. Köszönöm szépen. Képviselő úr, késői órán azt is csinálhatnám, hogy gyorsan lezárom a vitát, mert nincs több bejelentkező, de hogyha tovább folytatni kívánja, akkor most nyomjon egy gombot. Normál szót kért Karácsony Gergely. Köszönöm szépen a szót, és ígérem, hogy nem leszek nagyon hosszú. Tehát a kiszámíthatatlan finanszírozással kapcsolatosan. Ugye itt a törvény, és hangsúlyozottan ugye csak a két, a nemzeti meg a kiemelt kategóriára vonatkozóan, a 14 szempontot sorol föl, amiket ez a bizonyos szakmai bizottság fog majd besúlyozni, és ezek alapján fogjuk tudni azt, hogy milyen normatív finanszírozást kaphatnak azok, akik egyáltalán kaphattak normatív finanszírozást. Most nem tudom, hogy ezt a törvényjavaslatot látta-e bárki, aki már számolt, aki látott már mondjuk nagyobb Excel fájlokat, meg tudja, hogy hogyan kell 14 dimenzióra súlyozni. Én tanítok statisztikát az egyetemen, de azért azt gondolom, hogy ezt lemodellezni, azt, hogy ebből mi fog kijönni, azért az nem semmi. Gyakorlatilag azt addig fogják tologatni ezeket a szempontokat, ameddig azok az előadó művészeti csoportok vagy társulatok fogják megkapni a pénzt, akinek oda akarták adni. Tehát igazából ez olyan cizellált szempontrendszert jelent, hogy tulajdonképpen összességében teljesen mértékben kezelhetetlen és modellezhetetlen. Ez azért nagyon fontos, mert ebben a törvényben semmilyen garancia nincs arra, hogy bizonyos művészeti ágazatok nem maradnak teljes mértékben finanszírozás nélkül, és itt szeretném külön fölhívni a figyelmet a független alkotókra. Képviselőtársaim rosszul emlékeznek, ugyanis ezt a törvényt ebben a parlamenti ciklusban nem egyszer módosítottuk, hanem még egyszer módosítottuk, méghozzá a költségvetési saláta törvény ki akarta venni azt a rendelkezést, hogy a úgynevezett hatos kategóriába sorolt művészeti csoportok ugye a pályázati úton kioszható pénznek legalább 10%-át kaphatják. Akkor Kukor Endre képviselőtársammal közösen benyújtottunk egy módosító indítványt, és sikerült kiharcolnunk egy 8%-os finanszírozási részt. Én azt gondolom, hogy az a logika, ami azt mondja, hogy a független színházi társulatok normatív finanszírozást nem kaphatnak, ez a logika félreért egy bizonyos helyzetet. Ugyanis éppen azoknak a nagy művészeti hozzáadott értéket képviselő csoportoknak a normatív finanszírozása tulajdonképpen a legfontosabb, amelyek semmilyen lobby erővel nem rendelkeznek ebben a döntéshozatali folyamatban. Amikor a Krétakör társulat vagy Pinter Béla társulata érdekében semmelyik politikus, semmelyik polgármester vagy intézmény fenntartó nem fog lobbizni ebben a bizottságnál, hogy már pedig ők is kapjanak valamilyen pénzt. Miközben a magyar színházi élet, a magyar színművészet szempontjából azt gondolom, hogy ezek a csoportok kiemelten fontosak, és nem csak maguk az előadásuk miatt, hanem azért, mert egy folyamatos inspirációt visznek a rendszerbe. Én nagyon örülök annak, hogy egyre több kooperáció van közszínházak és alternatívak között, hogy nagyon sokszor már a közszínházakban is az alternatív színjátszásnak a szempontjai megjelennek, de abban az esetben, hogyha ez a rendszer teljes mértékben megfeledkezik, és semmilyen garanciát nem nyújt a független társulatoknak, ha semmilyen normatív jellegű finanszírozásra nem számíthatnak, akkor olyan bizonytalanságban lesznek, hogy gyakorlatilag nem lesznek képesek működni, nem lesznek képesek tervezni, és azért ne felejtsük el, hogy ezek a társulatok külföldön már sokszor többet játszanak, mint nálunk. Nagyon rossz lenne, hogyha ennek a magyar színművészet innál meg a levét azzal, hogy tulajdonképpen megszűnik egy teljes szféra. Ennek a kulturális jelentőségét sokkal nagyobbnak érzem, mint a költségvetési vonzatát, ezért azt gondolom, hogy nagyon rossz lenne, hogyha ez a törvény abban a formájában megfeledkezne a független társulatoktól, mint ahogy most teszi. És a kiszámíthatatlanságnak persze az is az eleme, hogy nem tudjuk, hogy mit fog elszólni az Európai Bizottság, és csak remélem, hogy a kormány kellően hatékonyan fogja tudni képviselni a nemzeti érdekeket az Európai Bizottságnál. A legfontosabbnak, hogy kicsit előrevetítsem azt, hogy milyen irányú módosításokat nyújtott be az LMP, a legfontosabbnak én azt a módosító javaslatunkat érzem, és tudom, hogy ez nem részletes vita, de szeretném előrebocsájtani, hogy ezt a bizonyos három szakmai bizottságot ne a miniszter nevezze ki, hanem az erődő művészeti tanács
helyén létrejövő új konzultatív testület nevezze ki ezeket a bizottságokat, és ezek készítsék elé a döntéseket a miniszternek. A miniszter még mindig dönthet máshogy, ahogy a bizottságok javasolják, úgy érzik, hogy ezek nem jó javaslatok. De annak a körnek, hogy a miniszter felkér tanácsadókat, akik neki majd megsúgják, hogy kinek kell adni a pénzt, ez semmilyen módon nem tekinthető, sem átlátható, sem politikamentes, szakmai alapú döntés előkészítésnek. Köszönöm szépen a figyelmüket! Megkérdezem előterjesztőket, Németh Zoltán úr az előterjesztők nevében, aki válaszol a vitában elhangzottakra. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársak! Nos, azt mondhatjuk, és szeretném itt is megköszönni mindenkinek az elhangzott szavait, jóindulatú és kevésbé jóindulatú bírálatát, és persze azt a dicséretet, amelyet hál' Istennek ellenzéki képviselőtársaink közül is többen megfogalmaztak. Szóval azt mondhatjuk, hogy egy viszonylag új törvényt módosít a parlament, méghozzá átfogóan alapvető változtatásokkal, mert hiszen ma valaki azt mondta, hogy módosítani azt kell, ami létezik. Hiller István képviselő úr mondta ezt, hogyha jól idézem, megpróbáltam nagyjából pontosan idézni. Nos, azt a törvényt, amelynek a módosítására most készülünk, 2008 decemberében fogadta el a ház, és hát, mint ahogy több képviselőtársam megállapította, ugye sem szakmai, sem pedig fenntartói részről nem váltotta be ez azokat a reményeket, amelyeket hozzáfűztek. Ezért kell módosítani, és ezért fontos az az egyeztetés, amit többen említettek a javaslat vitája során. Szerintem a legfontosabb, és ezt megint csak többen hangoztatták a vitában, hogy ez a javaslat, ami itt most előttünk van, átláthatóbbá teszi a támogatások rendszerét. Tehát nem csak a közpénzek felhasználását, hanem a támogatások rendszerét, és erre még ki fogok térni, mert több felszólalás erre inspirált. A hozzászólások között volt olyan, amellyel nagyon nehezen tudok mit kezdeni, már csak azért is, mert az illető mindenről beszélt, csak a törvénytervezetről nem, vagy annak a lényegi elemeiről nem. Van olyan képviselőtársunk, a nevét nem említem, mert nem érdemes rá, akinek mindenről mindig ugyanaz jut az eszébe, vagy ugyanazok a dolgok. Ezeket most is előadta, viszont mivel nem kapcsolódnak a törvényjavaslathoz konkrétan, meg úgy egyáltalán sehogy sem, ezeket most hadd ne említsem. Ez nem azt jelenti, hogy nem fontos dolgok, amelyeket ő említett, de most ide nincsen kapcsolódásuk. Az egyeztetésekről egy pár szót. Azokról az egyeztetésekről, amelyeket, mint többen említették, vagyis amelyek, mint többen említették, megelőzték a törvény benyújtását. Nos, én azt gondolom, hogy valóban szinte példanélküli az az egyeztetés sorozat, ami megtörtént, és ahogyan megtörtént, már csak azért is, mert valóban számos olyan javaslat, amely ezeken elhangzott, akár a fenntartói, akár a művészeti szervezetek részéről, azok beépültek ebbe a törvényjavaslatba, és most itt fekszenek előttünk a törvényjavaslat részeként. Az, hogy valaki pártirodákat meg megalázkodást említ, megpróbáltam fölírni az egyeztetések kapcsán. Nos, ehhez csak azt tudom mondani, hogy szó nem volt ilyenekről. Ha megkérdezik az érintett szervezeteket, akkor ők ezt el tudják mondani. Akkor el tudják mondani azt, hogy milyen módon szólhattak hozzá és tehettek hozzá ehhez a javaslathoz. És az hogyan tudott beépülni, még egyszer mondom, több körös egyeztetés alatt ebbe a törvényjavaslatba. Valóban valódi vita kell, de ez egy valódi egyeztetés volt. Ez az egyeztetés valódi vita volt éppen ezért. Többen említették, hogy a
színházakra ne legyen kevesebb a pénz. Azt gondolom, hogy erre államtitkár úr szavai jelentik a garanciát. Azért is fontos, hogy még ezen szavak előtt elhangzottak államtitkár úr szavai, hiszen rövid beszédének éppen ez volt a lényege, és éppen ez ad neki súlyt. Én nagyon szépen köszönöm azokat a pozitív, nem is kritikákat, hanem pozitív észrevételeket, amelyek elhangzottak, elsősorban például Karácsony képviselő úr részéről, akár a hatályba léptetéssel kapcsolatban, akár a minőségi elvárásokkal, akár a művészi szabadság deklarálásával kapcsolatban. Ami az alternatív szervezetek pályázati rendszerét, pályázati keretét illeti, ez ugye teljesen világos, és ezt többen hangoztatták, hogy minőségbiztosítási rendszeren alapszik, és minőségi követelményeknek kell megfelelni. Ez ugye azt is jelenti, hogy ha jól értettem a szavaikat, akkor a vitában ezt nem vitatta senki, ezzel nem vitatkozott senki, sőt például a Karácsony képviselő úr pozitív tényként említi. És hogyha nézzük a támogatási arányokat, ugye Hiller képviselő javasolta, hogy ezeket rögzítse a törvény valamiféle módosítással. Nos, én azt gondolom, hogy ezeket azért nem célszerű, és nem is lehet ezért kőbevésni, mert ugye a helyzet mindig változhat. És hogyha most kőbevésünk valamit, hogyha most meghatározunk bizonyos arányokat, akkor ez pont azoknak a szervezeteknek lehet rossz a későbbiekben, amelyeken most például ezzel javaslattal segíteni szeretne. Mondhatok példákat, de nyilván sejti, hogy mire gondolok. Például alternatív szervezetből lehet kiemelt, vagy éppen új szervezetek jöhetnek létre. És akkor már mindjárt furcsán változnának ezek az arányok. Volt egy nagyon fontos és nagyon érdekes megállapítás Karácsony képviselő úr szavai között, ez pedig arra vonatkozott, hogy a mai rendszer, tehát az a támogatási rendszer, amely a hatályos törvényben szerepel, és hát éppen ezt szeretnénk megváltoztatni. Nos, ez a mai rendszer, ez arra épül, hogy a gazdag fenntartó több pénzt tud biztosítani, és ez a rendszer a fenntartót ösztönzi, hogy minél több támogatást adjon a saját művészeti szervezeteinek. Nos, azt gondolom, hogy ez nem így van. Tehát ez nem arra ösztönzi a fenntartót, vagy nem feltétlenül arra ösztönzi, hogy több pénzt adjon neki, hanem bizony a tapasztalatok azt mutatják, hogy trükközésre ösztönzi sokszor. Hiszen a fenntartók nagyon kreatívak tudnak lenni, mint azt mindannyian tudjuk, és ne legyünk álszentek, ezt azért állapítsuk meg. Sokan, sokszor könyveléssel oldották meg ezt. Ezt úgy értem, hogy ebből a dologból sok színháznak, vagy mondjuk zenekarnak nem származott a valóságban több pénze, hanem papíron oldották ezt meg, ugye átfuttatták a költségvetésén. És azért tegyük hozzá, hogy ez nyilvánvalóan nem lehet cél. Tehát, hogyha itt valójában a fenntartókat szeretnénk valamire ösztönözni, azt ilyen eszközökkel, mint ahogy a mostani hatályos törvény teszi, nem lehet, mert ez befutcsol, ez nem működik. Szintén Karácsony képviselő úr megállapítása volt a sakkozásra vonatkozó. Nos, itt nem az előző, tehát a sport törvényre szeretnék visszautalni, hanem arra, hogy a támogatási szempontokkal hogyan tudnak majd sakkozni, hogy mindenféle elvárt számok, ha jól értettem, jöjjenek ki. Na most azért azt hozzá szeretném tenni, hogy mi nem így gondolkodunk. Tehát én elhiszem, hogy képviselő úr ebből indulna ki. Azt gondolom, hogy a törvényjavaslat, és talán megfogalmazhatom ezt előterjesztő képviselőtársaim nevében is, a törvényjavaslat megfogalmazásakor nem gondolkodtunk ilyenben. Egyben